Amiben hiszel, az van címmel jelent meg Serényi Péter sportújságíró legújabb könyve, melynek főszereplője Gödöllőváros polgármestere dr. Gémesi György. A kötet dedikálással egybekötött bemutatóját 2015. december 10-én este a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ nagytermében tartották. Az eseményen Fülöp Attiláné, a könyvtár igazgatója hangsúlyozta, intézményük régóta missziójának tekinti a helyi kötődésű könyvek bemutatását, ez az alkalom azonban valamennyi eddigi közül is kiemelkedő esemény. Az a könyv, amit most bemutatunk, abban a könyvben városunk első embere, polgármester úrval arról szól, az életéről, cselekedeteinek mozgatórugójáról, hitvallásáról. Azt gondolom, hogy polgármester úr a könyvtárban, itthon van. Ugyanis ez a könyvtár, hogy megépülhetett, abban Gödöllőváros polgármesterének és önkormányzatának nagyon nagy szava van. Hiszen bennük született meg a gondolat, ők döntötték el, hogy ennek a városnak 21. századi könyvtára legyen. Ezért tudunk mi itt könyvbemutatókat tartani, és méltó módon ünnepelni az irodalmat és az információkat közreadni. A könyvbemutatón Radnóti László sportújságíró, egykori televíziós riporter beszélgetett a műszerzőjével és a polgármesterrel. A beszélgető partnereket régi ismerettség köti össze, évtizedekkel ezelőtt a vívás révén kerültek kapcsolatba egymással. Körülbelül 35 éve ismerjük egymást, én sportújságíró vagyok, és sokszor tudósítottam olyan vívó versenyekről, ahol ragyogó a hely, tehát kitűnően szerepelt és jó eredményeket ért el. És utána közvetve, néha közvetlenül végigkísértem a polgármesteri tevékenységét, mondhatni az első perctől kezdve, meg is lepődtem, mikor polgármester lett, és amikor közeledett a 25 éves jubileumhoz, akkor jutott eszembe, hogy én nem olyan sok polgármestert ismerek, aki a rendszerváltás óta betölti ezt a tisztes funkciót, őt jól ismerem, és adódott egy ötlet, mondtam neki, hogy esetleg meg kéne írni ennek a 25 évnek a tapasztalatait egy róla szóló könyvben. Így is történt, nem mondom azt, hogy az első percben beadta a derekát, de aztán sikerült. Amikor a Péter megkeresett ezzel a kéréssel, akkor már olvastam a Tamásnak a könyvét, ami nagyon tetszett, és az életem egy része, egy szelete benne van abban a könyvben, a Tamás megfogalmazásával, az ő érzéseivel. És akkor nekem egy kicsit fura volt, mert nem gondoltam azt, hogy én olyan fontos ember vagyok, hogy rólam könyvet kellene írni, csinálom a dolgomat, akik itt vannak, gödöllőiek, előttük nyitott könyve az életem, és látják, hogy honnan jöttem, hova tartok, mit csinálok. Aztán, mikor másodszor vagy harmadszor is megkeresett ezzel a gondolattal, mert akkor nyitva hagytuk a kérdést, akkor mondtam, hogy egyrészt várjuk meg az önkormányzati választást, másrészt pedig ugye vannak évfordulók, ez itt a könyvben benne is van. Jövő januárban, ugye én januári vagyok, betöltök egy kerek évforduló számot, és azt talán arra esélyt ad és lehetőséget, hogy az ember picit összegezze az addigi életét, és ha ez jól sikerül, akkor csináljuk meg, maradjon meg ez nekem, családomnak, barátaimnak. Nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon komoly történelmi ember vagyok én, hogy itt majd valamikor 100 év múlva rólam fognak beszélni, de ez jó leső érzés, hogy egy ilyen összegzés megvan. És azt hiszem, hogy amit végül is összejött ebben a könyvben, abban a tematikában, ahogy benne van, az tulajdonképpen erről szól. A könyvben Gémesi György őszintén beszél magánéletéről, kötődéseiről, hibáiról is. Hát természetesen a teljességre törekedtünk, de hát azt még bármennyire is mind a ketten maximalisták vagyunk, tudtuk, hogy nagyon nehéz lenne elérni. Igazság szerint nem mondom azt, hogy a legnagyobb problémát, a legnagyobb gondot, a legtöbb fejfájást, de inkább úgy fogalmaznék, hogy amin leghosszabban, legtovább el kellett gondolkozni, és sokat töprengtünk ezen, az arányok. Tehát, hogy mennyi legyen a tulajdonképpeni magánember, az a családi háttér, ami számára borzasztóan fontos, hiszen a családtól, a szüleitől, a testvéreitől,
rengeteget kapott, és ő is szeretne nagyon sokat visszaadni a gyerekeinek ebből, és a gyerekeitől is nagyon sokat kapott. Tehát a család, a sport, ami egy nagy szegmens az ő életében, és magától értetődően a politikai közéleti pályafutása, ez azt hiszem, nem hagytam ki semmit, ez a három nagy vonulat a könyvben, és azt kellett megtalálni, hogy ezek hogy arányoljanak egymáshoz, mennyi legyen a sport, mennyi legyen a politika, és mennyi a család. A bemutató eseményen ugyanakkor számos olyan gondolat, történet is elhangzott, ami a kötetben nem olvasható. Beszélsz a családodról, beszélsz érzelmekről, beszélsz a vallásodról, valamiről nem. Pedig én nagyon fontosnak tartom a magam életében, és így gondolom neked is így, az ellenségeidről. Mindannyiunknak vannak, és ezek rendkívül fontosak, mert ezek lendítenek előre bennünket. Szóval ellenségek nélkül, nem azt mondom, föltétlen ellenség, de ellenfelek nélkül. Az ember nem vinni át egy magasságot, nem indítana el egy akciót, nem számolna azzal, hogy majd betartanak neki, milyen nehézségek lesznek. Gyakorlatilag én nagyon szeretem az ellenségeimet. Nem sokan vannak, de azok mindig jót tettek nekem. Ezt megtanították a mestereim. Ha maestro nálad iskoláztam nagyon sokat, de nekem mesterem egy kicsit a Lajos is, meg a Tamás is. Mindenki a másik élet más területéről, de víváson keresztül elképesztő sokat tanultam. Mint ahogy említettem Tibor bácsitól, Rostás Tibortól, ő sincs már másik mesterem volt, és a Sanyi bácsinál kötöttem ki. Elképesztő sokat tanultam úgy, hogy nem volt az sehol leírva az életből. Ami, ahogy ők érték, ahogy csinálták az ő múltjukból, és nagyon sokat kaptam, ezt szeretném megköszönni. Nagyon sok mindenkitől, de itt ülnek velem mind a hárman szemben, és még senki, még Csongi is itt van, meg még nagyon sokan lehetnének, akik az életem egy meghatározó részében együtt éltük az életünket, a bánatainkat, az örömeinket, minden. De amit mondtál, ott megtanultam, és ezt ma is úgy vallom, és nem azért, mert most itt vagyok, vagy máshol, nincs ellenség. Nincs. Ellenfél van, az keményen küzdeni kell a páston, keményen küzdeni kell az életben, és van egy, számomra lehet, hogy mások számára ez nem jó tulajdonság, vagy rossz, mindenki ítélje meg. Egyszerűen nem tudok haragudni egy-két nap után még arra se, aki valami nagyon-nagyon rosszat csinált. Nem maradszom egyébként speciál az országgyűlési képviselőnkre sem, meg azokra, akik ezokat a csúnya dolgokat csinálták, nem maradszom rá. Nincs bennem harag. Ezt megint egy részben szerintem a szülőktől kapott, részben pedig valami olyan kegyelem, amit az ember nem sokan kaphatnak meg, vagy sokan megkapnak, nem tudom, mert nem dolgozik bennem a bosszúvágy, nem dolgozik az igen, hogy nyerjek a következő foci meccsen, vagy nyerjek a következő asszóba, vagy nyerjek a következő választáson, ez dolgozik persze. És az eszközök, ami a játék keretrendszerben benne van. A páston, jó, nyilván van bíró, nyilván a bíró tévedhet, adott esetben csalt is sokat, de azért mégiscsak van egy keretrendszer. És a küzdő terep az a 24 méter, amin megyünk föl le, és próbálunk valamilyen formában az ellenfelünkön győzedelmeskedni. Nem megalázva őt. Ez sem egy populáris dolog, mások ellenfelek. Soha nem megalázva az ellenfelet. Az nem az én dolgom, hogy adott esetben, ha valaki hibázik, olyat csinál, amit általában nem lehet, nem az én dolgom az, hogy azt megítéljem. Ezt is édesanyámtól tanultam. Most így jönnek elő utóbbi időben, nem tudom, ezek a dolgok benne vannak az embernek a tudatában, az érzéseiben, nem az én dolgom az, hogy az az élet le fogja megfelelő formában rendezni. Az a dolgom, amire megkaptam a tehetségemet és a feladatomat. A mű címválasztása sem véletlen. A kötetet kinyitva már az első oldalról kiderül, miért. Gorki egyik darabjából van, az éjjeli menedékhelyből. Huszti Péter volt itt Gödöllőn és mesélte ezt a részletét annak a darabnak, hiszen ezt ő eljátszotta, és abban van egy szegény nyomorult ember, aki szeretne jobbá válni, és nagyon nehezen tud kijönni abból a nyomorból, szegénységből és a bűnözésből, amiben van. És akkor ezt megkérdezi a másikat, hogy te hiszel-e Istenben? És erre a válasz az volt abban a párbeszédben, ha hiszed, akkor van. Az van, amit hiszel.
ezért ez a címe, ez nekem nagyon tetszett ma is. Ha hiszünk valamiben, akkor az nyilván van. És ez sokat segíthet az embernek, kapaszkodót adhat az életébe, mint ahogy egyébként Szörényi Levente is egy Bródy Szörényi szerveményben énekli, hogy nem lehet, értsétek meg, nem lehet, hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. A könyvben többek között olyan neves személyiségek is megszólalnak, mint Jókai Anna, kétszeres Kossuth díjas és József Attila díjas író, Pécsi Ildikó Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, Koltai Gergely, a Magyar Köztársaság aranyérdem keresztjével kitüntetett zenész, Koltai Gábor, Balázs Béla díjas filmrendező, dr. Dobos József, ortopéd sebész sportorvos, Kovács Tamás világbajnok kardvívó, vagy Csongrádi László olimpiai bajnok kardvívó. Valamennyien Gémesi Györgyhöz kapcsolódó emlékeiket, benyomásaikat, tapasztalataikat idézik fel a szerzeményben. Közülük többen jelenlétükkel is megtisztelték a polgármestert a könyv bemutató eseményén. Először rózkodtam tőle, nem nagyon szeretem az ilyen típusú dolgokat, mert könnyen eshet és mehet át egy olyan önajnározásba, egy ilyen öntöménezésbe, és ezt nagyon nem szerettem volna. Szerettem volna az lenni ebben a könyvben, amilyen vagyok. Talán ez sikerült, és az érzés persze jó, mert az embernek az emlékei sokszor elhomályosulnak, de a két szituációval, az életével kapcsolatban az érzések megmaradnak. És ez az érzés is meg fog maradni nekem, ez az este, és az, hogy elkészült egy összegzés a 60 évről, ami mögöttem van, vagy hamarosan mögöttem van, és ez már megvan az életemben. És minden nap ezután újabb és újabb ajándék a Jóistentől. Bízom benne, hogy a képességek, amikkel rendelkezem, azok tovább tudják majd bővíteni azt a szolgálatot, amit én most teszek az életemben, kisebb és szűkebb és nagyobb közösségekben, és ehhez az energiát és a hátszelet megkapom. Szerintem talán nem lett ez egy olyan, amitől féltem, hanem inkább olyan, amelyiket szerettem volna, és hogy én szerepelek benne, aki vagyok, és nem egy műalkotás. Optimisták vagyunk mind a ketten, reméljük, hogy akik elolvassák a könyvet, azoknak biztos, hogy lesznek fenntartások is, és észrevételek is, de a nagy egészet tekintve tetszeni fog a könyv, tetszeni fog azt, amit tényleg közösen, hogyha a két emberre lehet azt mondani, akkor csapatmunkában alkottunk. A könyvbemutatón szóba került a kötet esetleges folytatásának kérdése is. Felmerült itt egy-két téma, ami esetleg nem szerepel, vagy nem eléggé hangsúlyosan szerepel a könyvben. Ezt biztos, hogy figyelembe kell venni. Nagyon remélem, hogy az itt elhangzottakat rögzítették, és olyan lesz majdnem, mint egy idézőjelben mondom, egy hiánylista, ami most nincs benne a könyvben, vagy pedig benne van a könyvben, de tényleg lehetne bármit, amiket az előbb felsoroltam, a családot, a sportot és a közéleti tevékenységet még jobban kifejteni, kibontani, részletezni. A beszélgetés után Serényi Péter és Gémesi György közösen dedikálták könyvüket a vendégek számára.